Tudtad, hogy Petőfi Sándor nem volt úriember? Verseiben hiába válogatta meg szavait, kortársai szerint gyakran úgy káromkodott, mint egy kocsis, és a trágárbeszéd sem állt távol tőle. Számos akkori politikai, valláspolitikai kérdésben megfogalmazott olyan költeményeket, amikben rendesen elküldte a másikat a melegebb éghajlatra. Legismertebb anyázós verse, a Mit nem beszél az a német címet kapta. Neked melyik a kedvenc versed a költőtől? Írd meg hozzászólásban. Ha többet szeretnél tudni Petőfiről, látogass el az Időutazó YouTube csatornára.